ahogy visszaemlékszem, igazából az Arany Petőfi levelezés volt először, ami úgy megragadott, mert az abban egészen csodálatos dolgok vannak, ahogy ők megismerkedtek, és ahogy később tartották a kapcsolatot, és kölcsönösen nagyra becsülték egymást, bár két teljesen különböző alkat volt. De talán épp a maguk ellentétét kedvelték a másikban. Talán Mensáros Lászlóra emlékszem úgy, mint aki Mensáros Latinovics, az a fajta vers, ahogy Adit mondott például Latinovics, vagy Mensáros akármilyen verset, az mindig közel állt a szívemhez. De hát vegyük Berek Katit, ahogy Nagy Lászlót mondott, ugye úgy kevesen tudnak. Lehet haragudni az internetre a súlyos hibákért, amikkel a versek oda például föl vannak téve. Jönnek felvételizni a főiskolára a növendékek, és megdöbbenve tapasztaljuk, hogy szarvas hibákat ejtenek egy-egy versbe, és mondjuk nekik, hogy az nem úgy van. De hát az interneten így volt. Félő, hogy pár év elteltével egyszerűen át lesznek írva a magyar versek, és foroghat a sírjában a legtöbb nagy magyar költő, mert olyan szavakat adnak a szájukba, amit soha nem használtak. Én azt a fajta versmondást szeretem, amikor a verset akarjuk elmondani, és nem azt, hogy mi hogy képzeljük a dolgot. Szóval van, aki úgy mond verset, természetesen ez nem minősítés részemről, hogy a hallgató úgy is ismeri, hát tudja. Én azt szeretem, amikor úgy mond valaki verset, hogy életemben először hallom, még akkor is, ha kívülről tudom, vagy századszor olvastam. Akkor egy olyan mellbevágó élmény számomra a versmondás.